Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió aktuális című műsorát látják. Ma este a közösségért alapítványjal ismerkedhetünk meg, akik siófokon székelnek, és arról, hogy mi a munkájuk és mióta működnek, arról dr. Grósz Attila Pál területi vezetőt kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elsőként így nagy vonalakban mi az, amit tudnunk kell az alapítványról, mivel foglalkoznak, milyen, mikor jöttek létre és mi volt a cél? Elsősorban azt azt helyezném most fókuszba, hogy, hogy mi is a helyzet itt itt a Balatonon, tehát hogy hogy is vagyunk mi itt. Itt a Balaton, Balatonon, Siófok Dél-Balaton Pszichoszociális Központ néven működünk, és 2012-ben indultunk itt a Dél-Balaton területén, Elég nagy ellátási területünk van, mert Siófok, Földvár, Fonyód, tehát ezt a, ezt a területet fedjük le. És tulajdonképpen három ö, ö, szociális ellátási formát működtetünk így integráltan. Az egyik az a szenvedélybetegek közösségi ellátása, a másik a pszichiátri betegek közösségi alapellátása, és pszichiátri betegeknek a nappali intézménye. Ez működik, ez tulajdonképpen egy szociális intézmény. Siófok központtal működik jelenleg, a Siófoki önkormányzattal volt szerencsénk egy közös pályázat keretei között a Szemmelweis utca 2-ben, ez a hernyósor üzletháznak a végén az első emeleten található ingatlant felújítani a pályázati keretek között, és együttműködve így az önkormányzattal tehát tulajdonképpen így, így találtuk meg a helyünket Siófokon. Ezt megelőzően a Siófoki kórházban volt a közösségi állátásnak a helye, illetve azt megelőzően Balatonföldváron és Balaton Bogláron. Na most ez a megelőzően, ez 2012-ben volt, 2012 óta működik itt a Balaton déli partján a közösségért alapítványnak ezek a, szolgáltatásai. Én mégis úgy gondoltam, akkor még a pszichiátri gondozónak a vezetőjeként, hogy hogyha van erre lehetőség, akkor Siófoki Központtal szeretnénk a későbbiekben működtetni, és a Földvári pedig megmaradt úgynevezett nyitva álló helységként, és továbbra is dolgozak ott a kollégák. Na és akkor az alapítvány, mert az alapítványnak ez egy intézménye, az alapítvány tulajdonképpen 2009-ben kezdte meg a tevékenységét, és ez Baranya megyében történt, tehát akkor én Szigetváron dolgoztam, a Szigetvári Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon, pszichiáter szakorvosként, és ott volt lehetőségünk először közösségi pszichiátriai ellátást életre hívni, és, és a, 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 szigetvári rendszeren belül ez az otthon közeli ellátás, a pszichiátrik gondozás, az otthon közeli rehabilitációnak a, ezt célozta meg, hogy, hogy, így kezdtük el ezt a tevékenységet. Bocsássó, meg Igen. a szavába vágod, de hogy ez a, azért van ez, mert hogy ez a betegek számára is egy kicsit közelebb hozza a segítséget, vagy hogy egy talán nem annyira feszélyező, mint mondjuk egy kórházi ö, körülmény? Nagyon fontos ez a kérdés. Igen, tehát ö, 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 egyébként a, 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 a mainstream és, és akár a WHO-nak az ajánlásában is ö, ö, az szerepel, hogy a pszichiátria-addiktológiai ellátórendszert otthon közelbe kell vinni. Nem, hospitali, nem nem egy kórházi körülmények között kell ezt elsősorban elképzelni, ennek az állátását. Arra is szükség van, hiszen itt betegségekről van szó, és a betegségnek stádiuma is vannak, és bizony kórházi kezelésre is szükség lehet, de nagy részt ö, 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 otthon közelben zajlanak le ezek a betegségtünetek, ez, ezzel való megküzdés otthon, családi körben. Vagy, vagy, vagy otthoni környezetben, és ezért a, ezeket a szolgáltatásokat otthon közelbe kell vinni. És tulajdonképpen szükségszerű az is, hogy, hogy ebben egy komplex állátórendszer legyen otthon közelben. Mennyire sikeres az alapítvány működése? Én azt gondolom, hogy, hogy sikeresek vagyunk maximálisan, ezt gondolom, ez a társszervezeteknek a visszajelzéséből és a klienseknek a visszajelzéséből, a családok visszajelzéséből is fakadhat innen merítjük. Én egy sikerorientált személyiségű ember vagyok, és sokan azt gondolják, hogy a pszichiátria vagy a pszichiátriai rehabilitáció az olyan, olyan, olyan sikertelen hangzású, vagy akár az addiktológia is, vagy reménytelen, de ez nem így van. Tehát azt gondolom, hogy jól, jól szervezett struktúrákkal, otthon közeli ellátással igenis nagyon komoly eredményeket lehet elérni, mind az addig túlgé, mind a pszichiátriai területén. Ugye van jó néhány terület, amit már ön is említett. <kül> Beszéljünk egy kicsit a, a szenvedélybetegségekről, hiszen ennek is rengeteg válfaja van, és ugye az átlag ember, hogyha azt hallja, hogy szenvedélybetegség, akkor első körben valamilyen ö, drog vagy egyéb dolog jut eszébe, de hát nem csak ilyen szenvedélybetegségek vannak, mi mindennel foglalkoznak. Alapvetően az a, a, a alkohol ö, problémával élő emberekkel foglalkozunk, és, és ö, ö, rendszer szemléletben gondolkodunk, és az alkoholfüggőséget körüllengi a, a családi rendszerben az, az addiktív működés, egy alkoholfüggőknek társfüggő hozzátartozójuk, illetve a, 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 a alkoholisták vagy diszfunkcionális családban felnőtt gyerekek, akik már felnőtt korokká válnak, ők is speciális tünetekkel küzdködnek. Tehát mi tulajdonképpen ezzel a területtel foglalkozunk de ugyanúgy a egyéb szerhasználati problémákkal is. De benne van például a, szerencsejáték függőség is akár? Akár a szerencsejáték függőség is, így van, így van, így van. Ugye a magatartás függőségi spektrum is ilyen szempontból benne van. a spektrum, ugye az külön, külön tekinti bizonyos diagnosztikai, könyvek, de azért mi ebben is egy addiktológiai spektrumot látunk, és, és, így próbálunk segíteni. De mondjuk itt a szenvedélybetegségek körében akkor az alkoholizmus az, ami vezető szerepet visz? Mindenképpen, és az alkohol, alkohol vagy alkohol használati zavar köré szerveződő problémákkal. Tehát a rendszer szemléletnek ez a lényege, hogy van egy, azonosíthatunk egy adott problémát, mondjuk egy családon belül, de úgy tűnik, hogy ez a családon belül egy probléma, ez a család, a családon a család egészét meghatározó jelenségről van szó. Tehát például a közösségi állátásban a családtagokkal is foglalkozunk. Ez egy nagyon fontos eleme ennek. Úgy gondoljuk, hogy attól, hogy valaki leteszi az alkoholt, attól még nem gyógyult meg, és bizony a hozzátartozóval is foglalkozni kell, illetve szenvedélybeteg szerhasználóval is. Egy ami nagyon érdekes, és az alkohol használata kapcsolatosan, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen tragikus kijelentés, hogy, hogy Magyarország az egymillió alkoholista országa. Tehát a, a jelenleg elvégzett kutatások alapján sajnos vezetjük ezt a statisztikát. és Ebben a statisztikában, hogy azok szerepelnek, ez egy orvosi diagnosztikai statisztika, amit mondhatunk úgy is, hogy, hogy alkohol használattal kapcsolatos problémák azok, amik ezt a, ezt a statisztikát magában foglalják. Mikor beszélhetünk alkoholizmusról. Tehát mikor mondhatjuk azt, hogy valaki alkoholista. Ez mit jelent? Mondjuk, ha a mindennapi életre le akarjuk ö, vezetni, mondjuk ez azt jelenti, hogy ha valaki minden nap iszik egy adott mennyiségű, vagy akár ö, sokkal több, vagy nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt, vagy ö, mi, mi, mi ennek a definíciója? Vagy hogy is van egyáltalán, az hogy valaki alkoholbeteg és ö, ezt a kérdést nem feltétlenül szeretném megkerülni, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy mondjuk a nézők közül azt mondja valaki, hogy hú, akkor én most annyit iszom, és akkor én vajon alkoista vagyok-e. Menjünk egy kicsit előbbre. Tehát mondjuk azt, hogy, hogy problémás ivók. A problémás ivók, ugye ők azok, akik a szociális ivóknál egy másik kategóriába tartoznak, és a problémás ivás, vagy patológiás ivás, az már, az már baj, mert hosszú távon ö, alkohol betegséghez vezet, és, ö, és ö, ott már, ö, na tehát az a lényeg, a problémás hívás és az alkoholizmus között én azt gondolom, hogy a biológiai függőségi kritériumok ö, 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 egy nagyon fontos határvonal. Tehát egy problémás ivó, most kimondom akkor, mi is az a dózis, két-három, Ö, ö, egységnyi alkohol naponta. Nagyjából. Ez az egységet, Mert olyan könnyedén veszük ezt a ezt a ö, ö, alkohol használati kérdést, hogy olyan két-három sört iszom naponta, nem lehet ebből semmi gond, nem, nem, nem vagyok alkoholista ettől még. Azt mondom, hogy, hogy, és ez a VH ajánlás is ilyen szempontból, hogy, hogy, hogy ez, már, ez már veszélyes. Itt az időfaktor is szempont, tehát az illető az alkohol egy addiktív szer. Az agyban olyan változásokat idéz elő, ami mentén kialakul a tolerancia és az elvonás. A tolerancia az azt jelenti, hogy én ma ennyit ittam, vagy minden nap mondjuk két-három egységet ittam, de egy idő után ez nem elég, mert ugyanúgy nem érzem jól magamat, mint azelőtt. Ugyanúgy, hogy szorongok, vagy, vagy, vagy az alvás ö, ö, problémám ö, ö, jelentkezik. Tehát emelnem kell a dózist. Emelnem kell, már nem elég, nem elég ez. Illetve van úgy, hogy én ö, ö, már hiába gondolok arra, hogy társaságban ennyit és ennyi dózist iszom, bizony megcsúszok, és, és ö, ö, növelem a, a kontrovesztővé válik ez a ivás, és ez sokszor előfordul, ez a kontrollvesztés, akkor gyakorlatilag jó úton, idézőjelben jó úton vagyunk az alkoholizmus, az alkoholizmus felé? A kontrollvesztés én azt gondolom, hogy már az már nagyon komoly alkohol problémára utal. Tehát ott, ott ott mindenképpen kell erre gondolni, hogy a problémás ivásnak már csak időkérdése, tehát eltelik öt, Év mondjuk, és az illető kialakul a toleranci. És én azt gondolom, hogy akkor már alkoholfüggőségről beszélünk. Tehát a, 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 a rizikóivás az nem hogy rizikóivás, azzal már foglalkozni kell. Én ezt gondolom. Mennyire veszik időben észre magukon? az emberek, hogy valami nem jó, hogy, hogy ma megint megittam két vagy három sört, meg holnap is meg fogok inni nyilván, mert hogy be is táraztam már, hiszen a hűtő tele van sörrel, vagy a spice borral, vagy ne agyisten, Isten, akár rövid italokkal is. Mennyire jellemző az, hogy ezt az emberek korán észreveszik magukon? Vagy az a jellemző, hogy a család veszi először észre, vagy a, a, aki a fogyasztó? Igen, ö, ö, valamilyen fajta ö, pszichoszociális zavar ö, ö, társa az alkoholhasználattal kapcsolatosan. Itt az a kérdés, hogy az illető ezt... Ö, ö, hajlandó elfogadni. Nagyon individuális egyébként ez az egész. Van, aki, van, aki érti, észleli, van róla tudása, van róla tapasztalata, oké, okay, meg-megcsúszok, nem jó ez, nem jó, hogy rendszeresen iszom, nem jó, hogy én ö, ö, az alvásomat ezzel próbálom rendezni, nem jó az, hogy én ö, ö, megcsúszok az alkohollal, netán... Ö, filmszakadásaim vannak, és akkor nem tudom, hogy mit csinálok. Tehát kezdi érezni, hogy itt van valami, az ismereteihez illeszti azt, hogy itt van valami fajta probléma. Ez, a, ez, a, 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 ez, az, ez az egyik része annak, a, a, akik... akik a, vagy a kérdésre a válasz, hogy, hogy hogy az emberek egy része ilyen, a másik része sajnos elcsúszhat, a az alkoholfüggőségnek az egyik kritériuma a belátásnak a hiánya. Tehát egyszerűen az illetőnek nincs erre belátás, Ő ezt teljesen természetesnek, normálisnak veszi, valami fajta probléma megoldó kulcsként apostrofálja, és gyakorlatilag így. No, az, a, az a része az embereknek, ott a hozzátartozók veszik észre hamarabb. És adhatnak jelzést az érintett számára, kérdés, az elfogadja mert itt akkor elindul egy egy játszma, gyakorlatilag. A hozzántartozó hogyan tud közelíteni? Tehát, hogy mi, mi lehet a jó megoldás, hogy igen, észleltem a problémát, hogy valamelyik családtagom bizony többször néz a pohárfenekére, mint ahogy az normális lenne, vagy ahogy gondolnánk, akkor hogyan tudok neki jelezni, hogy ez nem jó? Üljünk le, beszélgetni, vagy egyszerűen csak így keményen az arc, mi lehet a jó, vagy ez mindig egyénfüggő, hogy ki hogy reagál erre, és egyáltalán mennyire, akiket érint, vagy akik a, az érintetjei, mennyire fogadják ezt el, Hogy mennyire tagadó ez az egész hozzáállás. tapintatos, de nyílt kommunikáció híve vagyok ebben a kérdésben, hogy objektíven adjunk visszajelzést, és főként a következményekre, célozva, tehát azt, azt, valóban egy segítő szándékkal, de azt gondolom, hogy ha adunk információt, végül az érintetnek kell megradni a kezdeményezést, hogy segítséget kér. De egyébként, hozzá hozzátartozó bizonytalan, hogy ő próbálta jelezni ezt, sőt, nagyon komoly következménye is voltak már az alkoholhasználatnak, és az illető nem látja be, akkor érdemes segítséget kérni, még több információt gyűjteni a szerhasználattal kapcsolatosan, és sokszor ez minta is szokott lenni egyébként. Ha hozzátartozó segítséget kér, akkor, akkor változik a rendszer, akkor az érintett is mérmész mész segítőzni, nincs neked semmi bajod. Hát szeretnék tő, információt szerezni erről a kérdésről. Van-e probléma, vagy nincs? Azt mondod, hogy nincs, hát nem tudom, én úgy érzem, hogy mintha lenne, szeretnék meg, megerősítést kapni, hogy akkor hogyan, hogyan is van ez ö, objektíven, tehát nincs ebben sem, ki kell kerülni ennek a játszmás jellegét. Tehát ténylegesen objektíven én most ö, egy szakembert megkérdeztem, ő azt mondta, és akkor ezt ö, tudom közvetíteni neked. Oda tudom adni mondjuk a... a, a, a tudok hírhozni a programokról, a a szórólapokról, és a többi, és akkor ott van, és te is elindulsz ezen az úton. A hozzátartozók elkezdenek csoportra járni például, és akkor megmozdul önmagában, ott is lesz egy változás, ott is tudatosulás felé mozdulnak el, és elkezdenek másként működni otthon. Ugye már az alkohol függő mellett társfüggőként, tehát nem üldözik, vagy pátyolgatják a hozzátartozóikat, hanem, hanem elkezdenek ők is változni, működni. És ez, ez a példamutatás nagyon jól szokott működni, én azt látom. De egyébként maguk az érintettek, akik valamilyen függőséggel küzdenek, mennyire jellemző az, hogy segítséget kérnek? Um, ez nagyon változó ez is, hogy, hogy a, a szenvedélybetegekkel foglalkozó pszichoszociális kollégáim, van egy speciális modell egyébként a rendszerünkön belül, azt úgy hívjuk, hogy saját élményű segítő. Saját élményű segítő az a segítő szakember, aki ő maga, maga is talpra állt. Tehát szenvedély beteg, de a felépülés útját járja. És ők azt, mond, azt mondták, vagy azt mondják nekem, hogy hogy a szenvedély a, a, a betegségből a felépüléshez kell a mélypont. És általában a mélypont azért abban van, van egy motivációs erő, és az, az szokta igazából elindítani, a, 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 valódi segítségnek az igénybevételét. De gondolom, ez mindenkinél más, ez a mélypont, pont, vagy mindenkinél máskor mindenkinél jön más, mindenkinél máskor jön el. Van olyan eset is, hogy, hogy az illető úgy jön el, hogy, hogy azt mondja, hogy hát, mert hogy egy kicsit így a játszmás körből indul, más motivációból, a feleségem azt mondta, hogy, vagy eljövök, de nem változtatók, ugye? Tehát ez a, ez a, de ez is jó, ez is jó, az eleje is. Nagyon, mi ezt nagyon értékeljük. Teljesen mindegy, milyen helyzetből érkezik, mi azt, azt tudjuk értékelni le tudjuk az illetőt vonni egy párbeszédbe, és, és azt gondolom, hogy itt a bizalom az nagyon fontos. Segítő kapcsolatban az, hogy, hogy kendőzetlenül tudjunk kimondani dolgokat, és és ez bizalmas légkörben működjön, akkor az illető megérzi ezt, hogy hogy, hogy tényleg segíteni akarunk neki. És akkor elindul a, a, a változás, elkezd adekvátan, megfelelően tényleg dolgozni kell. Azt nem várhatjuk el semmifajta mentális problémával élő vagy szenvedélybetegséggel élő személynél, hogy rögtön az elején teljesen feltárulkozzon, és rögtön mindent megváltoztasson az életében, ez gyanús is szokott lenni. Tehát ez szépen lassan-lassan. A rehabilitációban van egy ilyen elv, hogy lassan siesson egy ilyen lépcsőzetesség elve. Gondolom, ez mindenkinél más, hogy mennyi idő a, a gyógyulás, vagy egyáltalán beszélhetünk például a szenvedélybetegek esetében teljes gyógyulásról, és kimondhatjuk azt, hogy én már nem vagyok alkoholista, nem vagyok drogfogyasztó, nem vagyok szerencsejátékos. A szenvedélybetegség vonatkozásában úgy gondolkodunk, hogy az tartó és progrediáló betegség. Tehát a gyógyulásról. Nem lehet beszélni. Felépülésről beszélünk. Ebben nagyon sok munka van. Tehát, Akár évek is lehetnek ezek? Vagy inkább évekről beszélhetünk, mint hónapokról, ha a felépülés végső fázisaig akarunk eljutni? Talán ebben, ebben az egészben az lehet a legnehezebb, hogy hogy az alkoholizmus, vagy alkoholbetegség, és, és hogy, hogy iszom-e. Ez, ez, ezen, ezen megy el a kérdés, az a helyzet, hogy mi úgy gondolkodunk, a, a például alkohol használata teljes körű abstinencia szükséges hozzá. De azt mondjuk, hogy ne, az nem a célja a felépülésnek, hogy abszinencia, hogy ne igyak, hanem az az eszköze a felépülésnek. Tehát a szenvedélybetegség egy sokkal komplexebb dolog, mint sem ö, ö, szerhasználat, vagy nem szerhasználat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig tudnánk még erről ö, beszélgetni, és még nagyon sok dolog van, amiről nem is beszéltünk, de bízom benne, hogy lesz még rá alkalom. Sajnos a mai műsoridőnk viszont lejárt. Grósz Attila nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Kedves nézőink az elmúlt percekben a szenvedélybetegségről, illetve ami még fontosabb a közösségért alapítványról beszélgettünk, dr. Grósz Attila és én mindenkinek azt tanácsolom, hogyha bármilyen problémát ér, ez tapasztal saját magán vagy a családján, akkor ne féljen segítséget kérni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!